Jó napot kívánok, Szeles Nóra vagyok, a Tőkeportál ZRT piacfejlesztési vezetője. A Tőkeportál azt célozza, hogy Magyarországon elsőként vezesse be a közösségi finanszírozást, és nagy reményeket fűzünk ahhoz, hogy a jövő döntéshozóinak a közösségi finanszírozás, mint vállalatfinanszírozási eszköz igencsak a kezeügyében lesz, és természetes módon fogják használni, ahhoz, hogy startupjaikat, kis- és középvállalkozásaikat tőkeképessé tegyék, azaz üzleti terveikhez elégséges tőkét vonjanak be. Különösen örülök, hogyha ez az üzenet eljut a középiskolákba. Nagyon sok középiskolással beszélgettünk spontán módon, akik érdeklődnek a Kickstarter és az Indiegogo futó kampányok iránt. Lehet, hogy ezek a címszavak önöknek is ismerősek. Mi a részvénycélú közösségi finanszírozást fogjuk bevezetni, ennek a részleteiről nagyon röviden a következő percekben fogok beszélni. Mi is az a közösségi finanszírozás? Az a lényeg, hogy az interneten közzétett kampány célokra a tömegtől, a crowdtól gyűjtünk tőkét, azaz bárki, aki regisztrálni tud egy ilyen felületen, portálon, amit én mindig webshopnak nevezek, az a kedve szerint adományozhat, vagy vásárolhat, rendelhet olyan termékeket, amelyekre annak a kampánynak a gazdája tőkét gyűjt. A internet megjelenésével vált ez a vállalkozások finanszírozásának egyik eszközévé. Ugye 2008-2009 tájékán hatolt be az internet a gazdaságban, Amerikában terjedt el a lakosság körében olyannyira, hogy azt a háztartások is használni tudták, és ezt kihasználva, hogy egy töménytelen mennyiségű vállalkozás indította el a felületét az interneten. Egyike volt az elsőknek a Kickstarter, a máig legnagyobb amerikai portál. A működésének az a lényege, hogy azon tőkégyűjtő csapatok, vállalkozások egy-egy rövid videóban, 2-3-4 percben elmesélik, hogy mire gyűjtenek tőkét, miért ígérik azt a tőkét adományozók vagy a befektetők számára, hogy azt az adott ötletet meg is fogják valósítani, milyen feltételek mellett lehet az adott árucikket előrendelni, és beígérik a várható szállításnak az időpontját. Tehát, hogyha mondjuk én most egy új okos telefontokot találok ki, annak elkészítem a prototípusát, és számtalan diákvállalkozás indul így, hogy van egy nagyon jó ötletük. El is tudják esetleg otthoni szülői, nagybácsi, nagynéni támogatásból állítani a prototípust, az kezdetleges első számú terméken, de sorozatgyártásra és piacra vitelre nincsen tőkéjük. Ezt hívjuk annak a szakasznak, itt a látható ezen a nagyon egyszerű csárton, a Friends, Family and Fools, azok a bolondok, akik hisznek nekünk, adnak arra pénzt, jellemzően nagybácsi, nagynéni, hogy megvalósítsuk az ötletünket. Igen, nem csak ennek a pénznek van egy nagyon rövid időszaka, amikor azt már elköltöttük, és előállt esetleg, jó esetben az a termék, amit a későbbiekben piacra akarunk vinni. Ekkor viszont ez a vállalkozás esetleg még nincs is jogi formája, még nem bankképes, nem tud bankhoz fordulni, hiszen a bank elhagyja, mert nincsen több évre. Visszamenőleg pozitív egyenleget mutató track recordja, nincsenek referenciái, tehát ez még egy kezdővállalkozás. A 2009-es Lehman Brothers okozta csődben a bankrendszer a korábbi finanszírozási eszközeit is leállította, és Amerikában is beütött az az állapot, hogy kis- és középvállalkozások tömegei váltak fizetésképtelenné azért is, mert a bankok sem finanszírozták őket tovább. Ekkor jelentek meg ezek a platformok, mint a Kickstarter, akik egy alternatív finanszírozási formát tudtak így felmutatni, bevezetni. Azóta is ezt alternatív pénzügyeknek hívjuk, ugye minden alternatív, ami bankrendszeren kívüli ebben a szakzsargonban. És ekkor kezdett elterjedni ez a finanszírozási forma. Ezt észlelte az amerikai törvényhozás is, amikor 2012-ben a Jobs Act-en, ez az első szabályozás, ami megjelent a témakörben, azt hiszem, fönt is van a szlájdon a Jobs szó, hogy a Jobs az munkát, munkahelyet jelent, de ez a Jumpstart Your Own Businesses Act-nek a rövidítése, ami megengedte a közösségi finanszírozást annak érdekében, hogy kis- és középvállalkozások a bankrendszeren kívül is tőkéhez tudjanak jutni, és ekképpen munkáltatni tudják az embereket. Tehát a közösségi finanszírozásnak ez volt a kiindulási pontja, hogy hogyan juthatnak tömegesen kezdő kis- és középvállalkozások tőkéhez. Így át tudták hidalni, ezt mondjuk is sokszor, hogy egy olyan űrtöltött be a közösségi finanszírozás, ami az a kezdővállalkozás
stádiumától a bank képes, vagy esetleg kockázati tőke bevonására már képes vállalkozások közti részt hidalta át. A nagyon lényeges eleme a közösségi finanszírozásnak, hogy nagyon sokan fektethetnek be nagyon kevés tőkét. Tehát míg egy bankhitel vagy egy kockázati tőke befektetés jellemzően egy-egy intézményi befektetőnek a nagy összegű tőkeinjekciója, a közösségi finanszírozásban emberek tömkelege adhat 5-10-20-100 dollárt is egy-egy jópofának tűnő vállalkozás megsegítésére. Ezért lett ugye crowd finance is a neve. Ezzel a móddal, tehát ezzel a vállalatfinanszírozási móddal lesznek képesek vállalkozások tömegei nagyján nőni. Ezt mutatja ez az ábra, hogy a vállalatfinanszírozási életciklus egy bizonyos szakaszában ez kritikusan fontos lehet a vállalatok növekedése szempontjában, és ugye az IPO, ami tőzsdei bevezetést, azt szoktuk ugye tankönyvszerűen a vállalati növekedés egyik érett szakaszában a csúcspontnak, vagy hát a víziónak titulálni, főleg ugye amerikai könyvekben ez teljes mértékben bevett. Ezt hozta a közösségi finanszírozás áttörése, amit sem más nem indokolt, mint hogy az internet elterjedt annyira, hogy egyszerre sok-sok embernek tudjuk ugyanazt az információt közé tenni. Miközben közösségi finanszírozás mindig volt és mindig is lesz, mert ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy az ősember is közösségi finanszírozásban építkezett meg, csak akkor csak az ismerősei környékén, csak a sarkon, csak az utcában tudott tőkét gyűjteni, az internet pedig lehetővé tette, hogy ezt egyszerre globálisan is meg tudja tenni. Amit még az általános információkhoz elmondanék nagyon röviden, hogy ezt a négy típust különböztetjük meg közösségi finanszírozásban, ami középiskolásoknak is szerintem egy igen kívánó tanulmányi és kutatási téma, lehet az adomány célú, az előfinanszírozás célú, a részvény célú és a hitel célú közösségi finanszírozást szoktuk megkülönböztetni. Egyébként ezen kívül még van ingatlan célú, műtárgygyűjtési célú közösségi finanszírozás is, de pénzügyek tekintetében vagy válti pénzügyek témakörében erről a négy ről szoktunk elsősorban beszélni. Az adomány célút ismerik szerintem talán a legtöbben, amikor egy-egy szociális vagy pedig társadalmi hatást elősegítő kezdeményezésre gyűjtünk tőkét. Ma a legaktuálisabb ilyen a Notre Dame. Azt hiszem jelen pillanatban a világban hát csak a GoFundMe nevezetű oldalon ma reggel olvastam, hogy 52 kampány megy a Notre Dame adományozására egyszerre, és ez csak egyetlen egy weboldal. Tehát amikor valaki bedobja a pénzt a kalapba, mert elhiszi a szervezőknek, hogy arra fordítja a tőkét, amire én adom, és nem várok érte semmit cserébe. Sokszor egy-egy képeslapot küldenek, vagy valami nagyon kis apróságot, de semmilyen más bizonyítékát nem várom, nem várok személyes jutatást annak bizonyosságául, hogy azt az adott célra fordították. A Kickstarteren, ahogy az előbbi példában is mondtam, előfinanszírozás történik, tehát elkészült a prototípus, leszeretnék belőle gyártani 1000-5000 darabot. Ha ma 5 dollárt adtok, akkor a későbbiekben a boltban majd 10 dollárért kapható terméket most meg tudjátok rendelni, és azt vállalom, hogy 3 hónap múlva leszállítom. Ez egy rendkívül népszerű finanszírozási forma, reward-based-nek hívják angolul, legpontosabb magyar fordítása az előfinanszírozási célú. Itt egy-egy vállalkozás megalapozhatja azt, és ezt gyönyörűen be lehet mutatni esettanulmányokban, meg tudja alapozni, gyakorlatilag egy piac kutatást végez ezzel, mert egy cuki kis videóban bemutatja, hogy mit fog ő ebből előállítani, és azáltal, hogy befinanszírozza őt a tömeg, a crowd, bebizonyította, hogy erre ténylegesen van igény. Tehát ez egy validációra is, üzleti validációra is alkalmas finanszírozási forma. Amikor viszont már nem csak egy darab, egyfajta okos telefon tokot akarok gyártani, hanem azt mondom, hogy okos telefon tokok különböző verzióit fogom üzletszerűen és folytatólagosan gyártani, akkor már az üzleti modellem megfinanszírozására keresek tőkét, nem pedig az adott toknak a legyártására. És ekkor jutunk el a részvény célú közösségi finanszírozáshoz, amikor az üzleti modellembe fog mindenki befektetni, aki elhiszi nekem, hogy az okos telefongyártás globális, telefon tokgyártás globális piacra tudom vinni,
Bemutatom az üzleti tervemet az adott portálon, ugyanúgy a videóban elmondjuk a csapat felépítését, az üzleti terv lényegét. A letölthető anyagokban gyönyörűen ott van az előkészített üzleti pénzügyi terv és a lényeges egy kivonata a szöveges üzleti tervnek. És itt jön a gyönyörű példa arra, hogy mire jó a közösségi finanszírozás az előbbieken elmondottakon túl, hogy elindul a kampány, és a kampánynak az aloldalán megnyílik az úgynevezett fórum, amiben minden az oldalon regisztrált befektető jelölt kérdezhet azt, amit akar a kampánygazdától. És ez a kampány egész ideje alatt, ami jellemzően 45-60 napig tart, 30-60 napig tart, bárki bármit kérdezhet a kampánygazdától. Természetesen moderálják a fórumot, tehát nyilván nem lehet ezzel visszaélni, de szakmai kérdéseket, vagy a finanszírozás célját, vagy a videóban bemutatottakhoz képest a potenciális befektető szerint eltérő információkat föl lehet tenni a kampánygazdának. Ez sehol máshol nincs a világon. El tudjuk-e képzelni, hogy Csányi Sándortól mi bármikor kérdezhetünk valamit az OTP működésével kapcsolatban? Hát soha. És ezt a szakaszt hívja a Világbank, amikor ezen a fórumon sokszor, ha bárki bármikor egy pillanat alatt be tud lépni a Kickstarteren, több száz kérdést tesznek föl a kampánygazdának, mert annyi Kickstarter felhasználó van. Ezt hívja a Világbank crowd diligence-nek, azaz a tömegek általi átvilágításnak, ami a Világbanknak a 2013-as tanulmányában, amit az első szlájdon fönt volt, már azt mondta ki, hogy ez egy erősebb átvilágítás és validációt jelent, mint hogyha bármilyen hatóság, auditor és rendkívül sok szakértő méregdrága pecsétekkel látná el a tájékoztató dokumentumokat, hogy azokat felülvizsgálta és a tartalmával együtt tud érteni. És ez a crowd diligence szűri ki azt, hogy kik lehetnek csalók, kik nem építették föl esetleg, ha nem is csalás miatt, de gondatlanság miatt jól az üzleti tervüket. Mikor derül az ki, hogy ilyen már van a világban, míg a kampánygazda azt állítja, hogy ez egy újdonság, ez egy áttörés, akkor ott ezeken a fórumokon felmerülnek azok a nagyon spontán kérdések, hogy nem, hát ő ilyet már látott, vagy ez a kampánygazda, vagy ez a csapat már múltkor is valamiért nem sikerült leszállítaniuk a terméket, és nem jönnek létre azok a kampányok, nem lesznek sikeresek, ahol itt ezen a fórumon olyan kérdésválaszok hangzanak el, amik elbizonytalanítják a potenciális befektetőket, akik egyébként tényleg jellemzően 50-100-200 dollárt akarnak csak berakni egy-egy ilyen cukiságba, de nem fognak azzal foglalkozni, hogyha ott valami kényelmetlen kérdés felelek volt, akkor inkább mennek tovább a következő kampányra, vagy másra költik ezt a pénzt. Tehát ez a crowd diligence, ez vonzott engem be ebbe a világba 2013-ban már, hogy ez egy igen erős, és a sharing economy és az alternatív pénzügyek mellett egy nagyon fontos értékajánlat a közösségi finanszírozásnak, és a még egy nagyon alapvető tulajdonságára hívnám itt föl a figyelmet, hogy ebben a hátrabő pár percben még a közösségi finanszírozásnak, mégpedig az, hogy ezen a finanszírozási módon keresztül rengeteg új tőke lép be a gazdaságba. Ez azt jelenti, hogy mi, hogyha én vagy önök esetleg egy-egy kampány meglátta 5-10-20 ezer forinttal beszállnának az adott történetben, akkor ahhoz nem kell eladniuk állampapírt, nem kell a nyugdíj megtakarításból kivonni tőkét, vagy az életbiztosítást felmondani, mert nem nagy összegű befektetésről van szó, hanem a pénztárcából, úgy mondjuk Magyarország, hogy a párna alól veszük elő a pénzt, tehát olyan pénzt teszünk be vállalkozásokba, ami egyébként nincsen benne a gazdaságban, és mivel ez a közösségi finanszírozás vezér elve, hogy sok kis tőke gyűlhet így össze, ezért ugyanebben a Világban tanulmányban már akkor felhívták rá a figyelmet, hogy óriási mértékű tőkebevonás tud így a világszinten összeállni. A Világban prognosztizálta azt már akkor, hogy 2020-ra 100 milliárd dollár fog a globális gazdaságba bekerülni a párna alól, pont azért, mert a közösségi finanszírozás az, ami demokratizálja a befektetéseket, nagy tömegek, kis pénzű emberek számára nyitja meg a lehetőségét annak, hogy helyi vagy globális akár vállalkozásokba betegyenek tőkét, amihez eddig nem jutottak hozzá, mert vagy csak nagy összegekkel lehetett beszállni egy-egy ilyen befektetési lehetőségbe,
vagy csak akkor már, amikor azok tőzsdére kerültek, és már nem a növekedési szakaszban, hanem egy érett szakaszban voltak. Mert ez a közösségi finanszírozás az, ami azt a momentumot be tudja mutatni széles tömegeknek egyszerűen és közérthetően, amikor egy vállalkozás még a nagy ugrás előtti szakaszban áll, még a nagy érték növelés előtti szakaszban áll, ami természetesen nincs rá kírva, nem garantál senki, hogy azt a növekedést produkálni is fogja, viszont ezt a kockázatot tudjuk mérsékelni a befektetési összeggel. Olyan összegeket szoktak befektetni nagy létszámban emberek, amely összegekről könnyen le tudnak mondani. Mi is azt célozzuk, hogy kb. Amennyit a magyar lakosság a lottozóban elkölt, azt fektesse magyar részvénybe, legyen részese magyar vállalkozások szárba szökkenésének, támogassák a helyi és a regionális kezdeményezéseket. És az utolsó példa, amit ezek a csak mondanék, hogy nem csak nagy növekedést ígérő vállalkozásokba lehet itt befektetni, hanem olyan társadalmi kezdeményezésekbe, amelyeknek a léte számomra csak azért fontos, hogy azok legyenek, hogy azok működjenek. Mondok egy példát, azért fogok a helyi biogazdálkodónak a kampányába befektetni, mert azt akarom, hogy bioparadicsomot tudjak venni a sarki boltban, és ne kelljen elmennem Tesco-ba ugye a bogárkitin páncéllal megkeményített műtrágyán nevelt és földet soha se látott paradicsomért. Nem azt fogom hinni, hogy ezt a helyi biogazdálkodót felvásárolja a Facebook $2 milliárdért 2 hónap múlva, és majd milliárdos leszek, viszont azt fogom gondolni, hogy tettem valamit azért, hogy ez a vállalkozás fent tudjon maradni, és én a későbbre meg tudjam vásárolni a termékeit. Vannak ilyen középiskolai diákkezdeményezések, amik gondolkoznak azon, hogy társadalmi vállalkozás formájában többek között a középiskolások vállalkozási képességeit fejlesztő tanfolyamokat, kurzusokat szerveznek, és az onnan kikerülő és ott sikerrel olyan tudásra szertevő diákok a későbbi adományaiból akarnak fennmaradni, akik ugye úgy fognak emlékezni az adott kurzusra, tanfolyamra, hogy jelentősen hozzájárult az ahhoz, hogy őt pályára tegye, vagy olyan tudást adott a kezébe, ami által ő sikeres vállalkozó tudott lenni. Ezek Amerikában működnek, és ilyen társaságok is tudnak kampányt működtetni, amiért a kampányt létrehozni, és én azért fogok ilyen kampányokba kisebb összegeket beletenni, mert azt akarom, hogy majd a gyerekem választhasson ilyen képzési formát is, nem pedig azért, mert azt hiszem, hogy majd az osztalékaiból én vígan nyugdíjba fogok menni. Tehát van egy impact és társadalmi hatás, és van egy kőkemény üzleti megvalósíthatóság is, amit a közösségi finanszírozás révén meg lehet valósítani. Így ennek a bevezetésén fáradozik a tőkeportál, és nagy örömmel állunk rendelkezésekre középiskolásoknak, középiskolákban is, elmenni táborokba, erről beszélni, rengeteg példát tudunk mutatni, ennél sokkal színesebben is el tudom mondani, vagy olyan esettanulmányokat tudunk bemutatni, ami jobban közérthető, és az a mindenképpen az a hosszú távú víziónk és missziónk, hogy ezt a közösségi finanszírozás adta lehetőségeket megismertessük minél korábban, úgyhogy középiskolákban is és egyetemeken is vállalunk hasonló tevékenységeket, mentorálást, hogyha van ilyen csapatuk, akinek ilyen témája lesz a jövőben, akkor a hello@tőkeportál.hu, nagy örömmel várunk ilyen kérdéseket, és állunk rendelkezésre. Én szerintem lejárt az időm, úgyhogy nem mentem bele itt jobban a részletekbe, de tulajdonképpen végig gondolva azt, hogy mit érdemes ma itt elmondani, erre gondoltam, de örömmel állok rendelkezésre, hogyha van kérdés, most is, meg a jövőben is. Köszönöm szépen!